A frisbee a kosárlabdához és az amerikai focihoz hasonlóan az Egyesült Államokból indult el, így nem véletlen, hogy szabályai hasonlítanak a két népszerű sportágéhoz. Magyarországon 1992-ben Ózdon alakult meg az első csapat, a nyíregyházi Krúdi diákjai pedig néhány esztendeje kezdtek el ismerkedni a világ több mint 50 országában űzött repülőkorong sportággal. A Magyar Diáksport Szövetség idén első alkalommal vette fel versenyrendszerébe a frisbit. A Budapesten megrendezett országos döntőben 41 együttes lépett pályára. A hatodik korcsoportban induló 17 csapat közül a krudisok végeztek a második helyen. Megkaptuk egy igen erős debreceni csapatot, akit sikerült megverni a csoportkörben, és így 4 győzelemmel sikerült tovább jutnunk az elődöntőbe, ahol a Szent Gellért gimnáziummal találkoztunk. Őket 6-3-ra sikerült legyőznünk, majd a döntőben a debreceni Fazekas gimnázium tanulóival játszottunk egy szoros meccset, de végül 5-3-as arányban kikaptunk sajnos tőlük. Nagyon sok gyerekkel abból a csapatból együtt edzek Debrecenben, és hát tudni kell róluk, hogy nagyon erősek, és nagyon régóta játszanak együtt, nagyon tapasztaltak, úgyhogy ez számunkra egy nagyon nagy élmény volt ellenük játszani. A csapatból két játékos, Bodnár Tamás és Pollák Nándor bekerült a junior válogatott keretbe. Ha a két nyíregyházi fiatal túléli a keretszűkítést, júliusban ott lehet a lengyelországi Wroclawban a korosztályos világbajnokságon pályára lépő magyar csapatban.